Sárospatakváros önkormányzatának humánbizottsága egyhangulag támogatta a Karolina óvoda és bölcsőde azon kérését, miszerint a képviselő testület engedélyezze az intézmény számára azt a maximum 20%-os létszámemelést, amellyel teljes mértékben ki tudják használni az óvodai férőhelyeket. Ez azt jelenti, hogy valamennyi csoportba összesen 27 gyermek járhat. A Karolina óvoda és bölcsődében 11 csoportban így a teljes létszám kihasználtsággal 297 gyermek kezdheti meg az új nevelési évet. Örömteli hír, hogy a óvoda vezetése megkereste a bizottságot és a képviselőtestületet, hogy olyan örvendetesen alakultak a felvételi létszámok, hogy csoportszám bővítésre kért engedélyt. Ezt minden év elején teheti meg egy intézmény, így az óvoda vezetése azt kéri a bizottságtól, hogy engedélyezzük a törvény által megengedett 20%-os csoportlétszám túllépést, ami azt eredményezi, hogy az összes óvodában lévő csoport 27 fővel tervezi az évindítást. A csoportszobák mérete megfelelő, tehát zsúfoltságot nem fog okozni. Nekünk meg ez egy örömteli hír, hogy az óvodám maximális létszámmal fog üzemelni. Emellett egy sporttal kapcsolatos témakörben is javaslatot fogalmazott meg a képviselőtestület felé a bizottság. A Sárospataki Tornaklub labdarúgó szakosztálya a megyei másodosztályból fölkerült a megyei első osztályba. Ez ugye azzal jár, hogy a utazási kilométerek megnövekednek, hisz az első osztályban már távolabbi városok csapata is szerepelnek. Na most az utazási távolságok megnövekedésével egyértelműen az utazási idő is megnövekedik, ahol már étkezést kell biztosítani a sportolók számára. Ezen étkezések összegét kérik a képviselőtestülettől, hogy ezt biztosítsa. Ez az összegnek a forrását megtaláltuk, és így biztosítjuk számukra az 1.100.000 forintos kérelmet. Hajrá, STC! A képviselőtestület az érintett témákban a pénteki testületi ülésen hoz majd döntést.